Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Június 6-a Norbert és Kolos napja van. 1827-ben megtartották az első lóversenyt Pesten. 73 éve a szövetséges erők megkezdték a normandiai partra szállást. 1968-ban Los Angelesben Robert Kennedy szenátor merénylet áldozata lett. Most lássuk a mai nap legfontosabb történéseit, először csak röviden. A kormányalakító személyéről egyeztetett ma is a politikai pártok képviselőivel a szerb államfő. Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ épül Szabadkán. Újjáépítik a Bajsai medencét. Az esőzés után sem szűnt meg az adai szeméttelep füstölése. A kormány alakító személyéről folytatott konzultációk során a nemzeti közösségi pártok közül először a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőit fogadta Alekszandar Vučić szerb államfő. A ma kora délután folytatott megbeszélésen a VMS képviseletében Pásztor István pártelnök, Pásztor Bálint köztársasági parlamenti frakcióvezető és Kovács Elvira, a VMS alelnöke tárgyalt Alekszandar Vučićjal, a Szerbia elnökével. A leendő kormány alakító személyéről még nem született döntés, erősítette meg Pásztor István, a VMS elnöke. Szerinte az a legfontosabb, hogy a leendő jelöltet Alekszandar Vučić és a szerb haladó párt testülete is elfogadják. Mi azért támogattuk őt, mint elnökjelöltet, mert az az érdekünk, a magyar közösségnek az érdeke, hogy megmaradjon Szerbiában a politikai stabilitás. Ezért minden olyan személy jellegű döntést el tudunk fogadni és támogatni tudunk, amelyik ennek a politikai stabilitásnak a fönntartását tudja biztosítani. Ezért ez a kérdés a mi számunkra nem személy jellegű kérdés, hanem elvi kérdés. A találkozón egyebek mellett Vajdaság, valamint a nemzeti tanácsok jogállásával kapcsolatos fontos kérdések megoldásáról is tárgyaltak, mondta Pásztor István. Kiemelte, a VMS számára fontos, hogy az SHP-val közel egy évvel ezelőtt megkötött koalíciós partnerség továbbra is megmaradjon és zökkenőmentesen működjön. Abban állapodtunk meg, hogy mivel koalíciós partnerok maradunk továbbra is, a parlamenti többség részét fogjuk alkotni és államtitkári szinten részt fogunk venni a végrehajtó hatalomban, akkor a törvényalkotás folyamatában ugyanazokat a konzultációs mechanizmusokat fogjuk alkalmazni, amelyeket eddig alkalmaztunk, és amelyek meggyőződésem szerint eddig hasznosaknak, illetve hatékonynak minősültek. A találkozón a felek az alkotmánymódosítás kérdéséről is egyeztettek. Pásztor István elmondta, pártja továbbra is kiáll az egy évvel ezelőtt megfogalmazott álláspontjuk mellett. Reményei szerint ezek a pontok beépítésre kerülnek majd a jövőbeli alkotmány szövegébe. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői mellett Alekszandar Vučić szerb államfő ma más pártok képviselővel is egyeztetett a jövendőbeli kormányfő személyéről. Szerbia köztársaság elnöke a Bosnyák Demokratikus Közösség, a Zöld Párt és a Demokratikus Cselekvés pártjának képviselővel is tárgyalt. Muamer Zukorlić, a Bosnyák Demokratikus Közösség delegációjának vezetője elmondta, konkrét nevek nem hangoztak el a megbeszélésen, pártjának továbbra is a stabilitás politikája fontos. Hozzátette, egyetért Pásztor István VMS elnökkel, miszerint Alekszandar Vučićra nagy nyomás nehezedik a kormányfő személynek kiválasztása kapcsán. Stílusosan kerékpárral érkeztek meg a Zöld Párt képviselő délután 4-kor az egyeztetésre. Goran Csabradi, a zöldek vezetője elmondta, nyomatékosan kérte a köztársasági elnöktől a környezetvédelmi minisztérium létrehozását. Hozzátette, Vučić ígéretet tett a javaslat megfontolására. Riza Halimi, a Demokratikus Cselekvés pártjának elnöke elmondta, eddig olajozottan folyt a közös munka, nem lát rá okot, hogy a jövőben ez ne történjen így. Nem szükségesek a párton belüli egyeztetések, Alekszandar Vučićnak kell eldöntenie, hogy ki lesz az új kormányfő, jelentette ki Zorana Mihajlović kormány alelnök, a szerb haladó párt vezetőségének tagja. Alekszandar Vučić Szerbia új államfője korábban arról nyilatkozott, hogy meglepte a pártjának álláspontja. Ezzel feltétlenül arra utalt, hogy az SHP ragaszkodik ahhoz, hogy az új kormányalakító az ő soraikból kerüljön ki. Mihajlović ezzel kapcsolatban elmondta, hogy természetes, hogy a kormányalakító szemét az új elnök határozza meg. Hozzátette, biztos benne, hogy Vučić döntésével mindenki egyet fog érteni. Köszönöm.
A francia rendőrség felszólította a lakókat, hogy maradjanak távol a Notre Dame székesegyháztól, mivel rendőri akció folyik a katedrálisnál. Kalapáccsal fenyegetőzött egy férfi kedd délután a Notre Dame előtti téren, egy rendőr pedig meglőtte, közölte a párizsi prefektúra. A helyi sajtó értesülései szerint a férfi a rendőrökre támadta kalapáccsal, ezért ártalmatlanították. A francia belügyminiszter szerint a támadás során azt kiabálta, ezt Szíriáért. Tettét egyedül, magányosan követte el. Az ügyben a párizsi ügyészség terrorelhárítási részlege indított eljárást. Kedden délelőtt megnevezte a harmadik merénylőt is a londoni rendőrség. A hírek szerint Youssef Zagba, akit marokkói állampolgárként azonosítottak, volt az a harmadik személy, aki öldöklésbe kezdett Nagy-Britannia fővárosában szombat este. A londoni rendőrség már hétfő este közzétette két elkövető nevét. A Scotland Yard tájékoztatása szerint mindketten a kelet-londoni Barking város részben éltek. A 27 éves Kuram Shahzad Butt pakisztáni születésű brit állampolgár volt, a 30 éves Rashid Redouan pedig marokkóinak és líbiainak vallotta magát, áll a rendőrségi tájékoztatásban. Továbbra is telt ház van a migránsok számára kialakított szabadkai befogadó központban. Az itt várakozó legális úton szeretnének az Európai Unióba jutni. A határmenti települések lakói szerint azonban az illegálisan próbálkozókkal is egyre sűrűbben találkozni. Ételért állnak sorban a migránsok a szabadkai ideiglenes befogadó központban. Az itt várakozók száma továbbra is 130-ra tehető. Egyesek már olyan régóta tartózkodnak az országban, hogy már a szerb nyelvet is érthetően beszélik. Egy másik migráns szintén Nyugat-Európában képzeli el a jövőjét. My plan is go to France or European countries. But I cannot. Very difficult. Migránsokkal azonban nem csak a szabadkai ideiglenes befogadó központban is annak környékén lehet találkozni, hanem Királyhalmon is. A helyi lakosok elmondása szerint az illegális bevándorlók ismét csoportosan érkeznek a határmenti településre, az éjszakai órákban pedig Magyarországra próbálnak átszökni. Arra mi felénk, mert mi a határúton lakunk, ott átlagban este mennek, ilyen csoportosan, 30-50, mikor mennyi. És akkor olyankor ugye fölzargatják a kutyákat, de viszont nappal mi arra nem látunk, hogy jönnének, mennének. Múltkorjában volt, hogy az autóútról lejött egy-két emberke, de azok behúzódtak a hűvösre, és akkor nem zavartak mást, de azért a gyerekeket azért féltjük. A sídi befogadóközpont ideiglenes kiürítése után egyre több migráns dönt úgy, hogy észak felé veszi az irányt. A szerb-magyar határszakasz átjárhatatlansága miatt azonban a bevándorlók Királyhalom és Szabadka melletti Zsákutcába futnak. A legfrissebb becslések szerint Szerbiában csaknem 6,5 ezer migráns tartózkodik. Vajdaságot, mint régiót is érintő biztonsági kérdéseket vitattak meg a tartományi parlamentben megrendezett konferencián, amelyen a politikum mellett egyetemi tanárok, diákok és több ország nagykövetsége, valamint a NATO Szerbia irodája is képviseltette magát. A biztonsági kérdésekkel időről időre rendszeresen és tervezetten kell foglalkozni, hiszen ezekre a kérdésekre nincs örökös megoldás, hangsúlyozta megnyitó beszédében Pásztor István, a konferencia házigazdája. Ez egy olyan kérdés, amiről az ember minden nap gondolkodik. És időről időre valóban ilyen kereteket kell teremteni arra, hogy erről beszéljünk is. Ez azt gondolom, hogy nem csak a politikusok feladata, hanem mindenkinek a feladata, mert mindenkinek ezzel kapcsolatban megvan a maga dolga. Az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete belgrádi irodavezetője hangsúlyozta, hogy a NATO nem csupán katonai, hanem politikai szervezet is, amely arra törekszik, hogy a béke és stabilitás megőrzése érdekében jó viszonyt ápoljon és együttműködjön a térség országainak vezetőivel.
NATO is assessing that is we have the same threat not only in the region but as also with NATO, that is terrorism, immigration and stability. What is important is discussion, cooperation, and what is NATO is pursuing. Szerbia megkerülhetetlen tényező a Balkán stabilitásának megőrzése szempontjából, hangsúlyozta a konferencia társszervezője, az újvidéki Lázár Vrkatić egyetem tanára. Ja myslím, da sebe Srbije na ovom području ne može, na području Balkana, posebno zapadnog Balkana, ne može ništa rešavati. To je moje viđenje. Naravno, svi smo mi zainteresovani za očuvanje te bezbednosti i mira, ali treba svi u tome da ravnopravno i učestvujemo, da sarađujemo, da razmenjujemo mišljenje. A konferencián többek között a kanadai és a norvég nagykövet is megosztották a résztvevőkkel az országokat érintő különböző válsághelyzetek, konfliktusok megoldásában szerzett tapasztalataikat. Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ épül Szabadkán. A munkálatokat a napokban kezdték el. A magyar kormány anyagi támogatásával és a Magyar Nemzeti Tanács koordinálásával a tervek szerint októberig be is fejezik. Egyelőre még lezárt járdát és dolgozó munkásokat lehet látni a leendő Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ épületénél. A horvát konzulátus melletti épületet a napokban kezdték el felújítani, hogy a későbbiekben egyetemisták vehessék birtokukba. Elsősorban az anyaországi felsőoktatási intézményeknek olyan székhelye, helyszíne lesz, ahol kihelyezett képzéseket lehet lebonyolítani. A másik fontos program, amelyet meg fog valósulni a fiatalok részére, közösségi tereket szeretnénk kialakítani, elsősorban lenne az alaksorban, másrészt pedig az udvarban. Ugyanakkor a Nemzeti Tanács által vállalt kutatói tevékenységnek is helyet tudunk itt biztosítani. Az alaksorban még tiglarakások vannak, itt alakítják majd ki a klubhelyiséget a fiatalok számára, ahol pihenhetnek, szórakozhatnak. Felette tantermek kapnak helyet, ahol a képzések zajlanak majd. Elsősorban másoddiplomás képzések indulnak, tehát azok a hallgatók iratkozhatnak be, akik már rendelkeznek alapfokú felsőoktatási diplomával. Egy inkluzív gyógypedagógiai képzés a Szegedi Egyetem illetékes karával együttműködve. Másrészt, ami nagyon fontos, úgy gondolom a Pető intézet programjának a keretében egy fejlesztő gyógypedagógiai másoddiploma képzés, harmadrészt pedig a szabadkai szakfőiskolával közösen egyeztetve egy mechatronikai mesterképzés, amely lényegében azoknak a fiataloknak nyújt továbbtanulási lehetőséget, akik itt befejezik a szakfőiskolát, és azután mesterképzésben szeretnék továbbtanulni. A cél, hogy minél többen maradjanak Vajdaságban, itt folytassák tanulmányaikat, mindezt anyanyelvükön, mondta Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Az épület rekonstruálására 400 millió forintnyi támogatást biztosított az anyaország. A tervek szerint őszig be kell, hogy fejeződjenek a Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ munkálatai. A tervek között szerepel továbbá az is, hogy az ifjúság mellett a Szekeres László Alapítvány is itt kap majd helyet. Újjáépítik a Bajsai medencét. Az első fázisban a régi medence bontása, valamint az új falak felépítése és a szükséges berendezések elhelyezése történik meg. A tervek szerint jövőre már korszerű medencében hűsölhetnek a helyiek és a környékbeliek. Javában dolgoznak a munkagépek, a napokban elkezdődött a Bajsai medence bontása és az új úszómedence, valamint gyermekmedence kiépítése. A több mint 60 éve épült medence néhány éve már nem működik. Ez idő alatt az aljzata és a fala is rossz állapotba kerültek. A helyiek szeretnék, ha ismét lehetne valahol hűsölni a tikkasztó nyári napokon. Jó lenne, ha lenne egy medence, és nyáron lehetne fürdeni. Mindig telített volt, mindig igény volt rá, és főleg a gyerekek szemszögéből én szerintem nagyon szükséges, hogy legyen. Az első fázis munkálatait községi fejlesztési eszközökből fedezi a Bajsai helyi közösség. A beruházás összértéke 27 millió dinár, az újjáépítés folytatására a tartományi nagyberuházási alapnál pályáznak. Most az első fázis van folyamatban,
ami 60 napig fog tartani, és az azt jelenti, hogy új falak, új csővek, új berendezések lesznek fölépítve. Az első fázis az 12 millió dináros beruházás. Az úszómedence mérete a régi marad, és egy gyermekpancsolót is kiépítenek. A tervek szerint jövőre már korszerű medencében hűsölhetnek a helyiek és a környékbeliek. Ma indult a strand szezona a Szabadkai Séterdei medencében. A fürdőzők minden nap reggel 6 órától 7:30-ig fürödhetnek, továbbá hétfőként 12 órától 18 óráig. Kettől péntekig pedig 11 és 18 óra között. Szombaton és vasárnap 11-től este 7 óráig látogathatják a medencét. A belépő 110 dinár, hétvégén 150. A gyerekeknek hétköznapokon 50, hétvégén 100 dinárt kell fizetniük. 5 éves kor alatt a belépés ingyenes. Minden egyéb információ megtalálható a Stadion Kommunális Közvállalat honlapján. Nézzük, mi lesz a híradó második felében. A kevesebb földterülettel rendelkező termelők a nagyobb munkaigényű, de nagyobb jövedelmet biztosító haszonnövényekben találhatják meg számításukat. A húsmarha tenyésztésről tartottak konferenciát Törökfalun. A tegnap esti özönvízszerű esőzés után sem szűnt meg az adai szeméttelep füstölése. A lángokat a tűzoltóknak sikerült megfékezniük, a parazsat azonban a folyamatos öntözés ellenére sem sikerült maradéktalanul eloltani. Az illetékesek szerint a tüzet nem öngyulladás, hanem a fémhulladékot gyűjtők okozták, akik megrongálták a szeméttelep nyugati oldalán lévő kerítést és így jutottak be a területre. A községi vezetéstől megtudtuk, az önkormányzat igyekszik hosszú távú megoldást találni a problémára. A közvállalat munkásai azóta is 24 órás ügyeletben vannak, tehát vízpumpák, tifonok segítségével végzik a kigyulladt szeméttelepnek a részének az átitatását, mivel hogy a parázs már 2-3 méter mélységbe terjedt el. Mielőtt még ehhez hozzákezdtek volna a területnek egy részét, ami kigyulladt, körül árkóták, hogy a tűz ne tudjon tovább terjedni. Amint lássák is, félig meddig sikerült megoldani, de egy pár napig még biztos, hogy folytatni fog ez a harc most már a füst ellen. A kevesebb földterülettel rendelkező termelők a nagyobb munkaigényű, de nagyobb jövedelmet biztosító haszonnövényekben találhatják meg számításukat. Emellett a másodvetésben megtermelt hagyományos kultúrák is hasznot hozhatnak. A zentai határban többen foglalkoznak szabadföldi zöldségnövény termeléssel, többek között kaporral. A termesztéshez nélkülözhetetlen a jó talajszerkezet és az öntözés. A könnyen melegedő, jó tápanyag ellátottságú talajokat kedveli a növény. Hagyományos kultúrákkal elég nehezen tudjuk mostanában fönntartani a gazdaságot, tehát egyre kevesebb rajta a nyereség is, akkor azért döntöttünk a kaportermesztés mellett, mert hát abból láttuk, hogyha a nem szokványos kultúrákat termeljük, aminek egy kicsivel magasabb az ára, igaz munkaigényesen, de jobban megtérül a befektetett munkánk. Bár a kapor kedvelt növénye a biokerteknek, mivel távol tartja a kártevők egy részét, a különböző gombás megbetegedések kifoghatnak a növényen. Boros László már 15 éve termeszt kaprot. A hozam évről évre változó, de szerinte a helyes agrotechnika alkalmazásával és másodvetéssel a nyereség is nagyobb. Az idén egy közepes termést könyvelhetünk el, nem lesz egy extra termésünk, valószínű, hogy az időjárás egy kicsit beleszólt, kis rothadásunk is volt, tőrothadásunk, szerencsére sikerült megállítani, meg hát ugye ez jócskán aszályos tavasznak mondható ebben régióban, nem nagyon segített be az eső, mi állandóan intenzíven öntözzük, most megy negyedszer a locsolása, körülbelül 100 ml esőt adtunk neki eddig, vagy vizet. A piac letisztulása után a felvásárló cégek többsége is megbízható, így nagyobb biztonsággal termelhetnek a gazdák. A húsmarha tenyésztésről tartottak konferenciát Törökfalun. A szakemberek szerint ez az ágazat jelentősen elmaradott Szerbiában más országok tenyészeteihez képest. A szerbiai tenyészetek is csak most alakulnak ki, miután jóvá hagyták az állami támogatást a húsfajtákra is.
Vidékünkön elsősorban a tejtermelés miatt tartják a szarvasmarhákat. Ahhoz viszont, hogy egy család meg tudjon élni a tejtermelésből, minimum 50 tehénre van szükség Csabai Csaba szerint. Én gondolkodtam a társuláson is, hogy társulni, de hát az is ugye kicsit nehéz, mert ugye valakivel összefogni, ugye az már nehezebb, de viszont lehet, hogy a jövőben még jobban tudna működni egy gazdaság. Nem mellékes a tehennek után járó állami támogatás, amely törzskönyvezett állomány esetén 25 ezer dinár, borjat nevelő tehén esetén 20 ezer dinár. Az idei évtől kezdve a nem törzskönyvezett állományra is lehet támogatást kapni. Nagyon sok olyan tehén van, ami nincs benne a rendszerben, tehát nem törzskönyvezett, viszont nagyon jó állománynak számít, nagyon jó jószágnak számít. Ezek a tehenek az idéntől megkapják az 5000 dinár, függetlenül attól, hogy nincsenek törzskönyvezve. A húsmarhák tenyésztésével csak nagyon kevesen foglalkoznak, mivel nem járt állami támogatás utánuk. Az utóbbi években ez azonban megváltozott. Bálint Jenő, a Húsmarha Tenyésztők Egyesületének elnöke azon kevesek közé tartozik, akik nem csak a tejtermelésben látják a jövőt. Kevesebb takarmánnyal vannak mind a tejelő marhák, és sokkal kevesebb a munkaerő igénye is. És nem utolsó sorban még az állatorvosi költség is sokkal kevesebb, mint a tejelő marháknak. És itt próbáljuk meg behozni azt a hiányt, ahogy a tejpénz nincs, és akkor ezeknél csak a bor jó a haszon. A húsmarhák tenyésztésének elterjedését elsősorban a jó minőségű legelők hiánya okozza, valamint az, hogy a húsuk iránt lenne kereslet. Webfejlesztésre és klubberendezés vásárlására nyert támogatást Magyar Kanizsa Községi Ifjúsági Irodája a Szerbiai Ifjúsági és Sportminisztérium pályázatán. A majdnem 520 ezer dinárt web- és blogfejlesztésre fordítják, valamint internet használattal kapcsolatos előadásokat tartanak. Ifjúsági alkotótábort szerveznek és közösségi klubhelyiség alakítják az ifjúsági otthon második emeleti termét. Az erről szóló keddi sajtótájékoztatón Fejsztámer Róbert polgármester elmondta, hogy az önkormányzat elsősorban olyan alternatív mozgásterek kialakítását támogatja, amelyek megerősítik a közösséghez való tartozás fontosságát, és azt az elvándorlási szándék fölé helyezik. A projekt másik fele az beszerzés, tehát a fenti kisebb termet fogjuk átalakítani egy klubhelyiséggé. Ennek a célja, hogy egy kis közösségi teret hozzunk létre a fiataloknak, barátságossá tegyük azt a teret, illetve hogy kisebb előadásokat és workshopokat lehessen majd ott tartani. Ösztöndíj szerződést írt alá ma az ICB Tech cég és a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola egyik hallgatója. Ez az ösztöndíj azért jelentős, mert ezáltal az adott cég képzett szakembert kap, a hallgatónak pedig lehetősége van a gyakorlatokat olyan helyen végezni, ahol a tanulmányok befejezése után munkahelyet biztosítanak számára. Nemanja Lugumerszki, harmadéves informatikus hallgató, 264 ezer dinár ösztöndíjat kapott. Ez már nem mnogo značilo da dobio sam opremu na kojoj sam mogao da radim, zato što oprema nije jeftina za to što radim. Bavim se iOS aplikacijama. I stipendija mi pomogla da se razvijem u tom obliku. Lázár Ernő nyugalmazott nagybecskereki bank igazgatónak a pénzkezelés fortéjairól írt könyve egy évvel ezelőtt jelent meg szerb nyelven. Tegnap a Madács Amatőr Színház irodalmi színpadán bemutatták a magyar nyelvű kiadását is. A szerző arra próbál választ adni, hogy miképpen lehet pénzt keresni, hogyan kell vele bánni, elkerülni a pénzzel kapcsolatos csapdákat, és mi mindent kell tudni a bankokról. A pénzkezelésről most már világszerte beszélnek, hogy nagyon, de nagyon fontos tudni. Miért? Mert 80 országban az idéntől kezdve tesztelni fogják a középiskolás, elsős és középiskolás diákokat, hogy hát mit tudnak a pénzről és a pénzkezelésről. Szóval ez már egy olyan világ fontosságú dolog, és azért csináljuk mi is itt ma este Becskereken, hogy a magyarságot informáljuk. Idén is megrendezik a Vajdasági Szabad Egyetemet Kishegyesen. Az eseménynek idén is a Kátai Tanya ad otthont. Az esemény július 4-től 9-ig tart. A szervezők számos előadással készülnek, színes programokat szerveznek és várják az érdeklődők jelentkezését.
lesz sporttéma, ugyanis többek között Balogh Zoltán magyar ezüstérmes olimpiai öttusázó is ellátogat Kishegyesre. Lesz kerekasztalbeszélgetés a Szabadkai Felsőoktatási Képzőközpont kérdéséről, amelyen részt vesz Maruzsa Zoltán magyar köznevelését felelős helyettes államtitkár. Kísérő programok tarkítják az eseményt, az esti órákban például lesz borkóstoló, táncház és karaoke. A helyszínről élőben jelentkezik majd a Pannon Rádió. Az alapvető célja egy olyan teret biztosítani a vajdasági magyaroknak, akik tudnak találkozni, vagy hát ők tudnak találkozni a Magyarországon tanulókkal, vagy egyébként a Kárpát-medencében tanuló társaikkal, ugyanúgy, akik ugye magyarul tanulnak, tőlük tudnak tanulni akár szakkifejezéseket, vagy igazából bármit. Nincs bezárva az, hogy most csak közgazdászok, vagy csak tanítóképzősök jöhetnek, hanem igazából, aki elolvassa a programot és megtetszik neki, az jöhet. A magyar labdarúgó válogatott 3-0-ra kikapott hétfő este az orosz csapattól felkészülési mérkőzésen Budapesten. Az első két orosz gól az első félidőben született, az elsőt a 20. percben Smolov szerezte, a második pedig magyar öngól volt. Eppel egy rendkívül szerencsétlen mozdulattal a saját kapujába fejelt nem sokkal a szünet előtt. A második félidőben a 89. percben Poloz kontragóllal állította be a 3-0-ás végeredményt. A magyar válogatott 39 éve nyeretlen az oroszokkal szemben, legutóbb 1978-ban a jogelőd Szovjetuniót győzte le. A magyar kanizsai Nagy Sebastian bronzérmes lett a még márciusban Szombathelyen megtartott U23-as birkózó Európa-bajnokságon. A magyar kanizsai Potisje válogatott birkózója az EB bronz meccsén ugyan kikapott az orosz Aslan Visaitovtól. A Nemzetközi Birkózó Szövetség azonban utólag Nagy Sebastiánnak ítélte oda a bronzérmet, miután kiderült, hogy orosz ellenfele doppingolt. Nos, a félórányi hírözön nem volt elég dopping önöknek, akkor megint jön ez mind röviden. A kormányalakító személyéről egyeztetett ma is a politikai pártok képviselőivel a szerb államfő. Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ épül Szabadkán. Újjáépítik a Bajsai medencét. Az esőzés után sem szűnt meg az adai szeméttelep füstölése. Köszönjük figyelmüket, ne feledjék a pannonrtv.com-ra kattintva, sok egyéb friss információ és hír vár még önökre. Most következik a Tenyérnyi Gyerekek című magyar dokumentumfilm, viszontlátásra.